Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 4-éig. Itt az első képen látható ez a halál. Ez utalhat ritkán halálesetre, vagy egy örökösödési ügyre is, ahol itt látható egy jó kimenettel. Viszont ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van, mégpedig arra utal, hogy itt valamit le kell zárni, valamit be kell fejezni. És ha így van, hogy ő lezárt valamit az életében, vagy te engedtél el valamit, akkor itt látható egy jó hír, és a gyermek utal ebben az esetben egy új kezdetre. És pontosan ez az ő terve, ez az ő gondolata, hogy lezár valamit, és legyen kettőtök között egy új kezdet. Amit ő még foglalkoztat a gondolataiban, itt az ellenség, sőt, itt a háttérben ez a személy újra megjelenik, aki figyelget benneteket. A képen ugyan egy, illetve két férfi látható, itt van az egyik, itt a másik, de a kártyáknak, mint mindig, szimbolikus jelentése is van, és utalhat egy nőre is. Valaki figyeli őt, vagy valaki figyel benneteket. Lehet, hogy emiatt óvatos, de azt is jelentheti, hogy pontosan ezt a helyzetet akarja itt lezárni, véglegesen lezárni. Itt a veszteség utal az ő gondolataira. Ennek van jó jelentése is, hiszen ha töpreng valamin, és ez foglalkoztatja őt, vagy vannak negatív gondolatok, akkor ezek a negatív gondolatok is elmúlnak, hiszen a veszteség elveszi ezeket a gondolatokat. De azért ügyelni kell az anyagiakra is. Itt látható egy kis pénz, itt látható sok pénz, itt látható egy örömteli helyzet, vagy egy nyeremény, sőt az ajándék, de ebből a pénzből ez a veszteség el tud venni valamit. Ezek lehetnek kiadások, vagy az is lehet, hogy valaki megpróbálja őt anyagilag kihasználni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és ez a férfi megjelenik nálad a gondolataidban, hiszen megvannak a vágyak, az elképzelések. Ez a lelkész esküszik arra, hogy itt lesz mozgás, lesznek változások, kapcsolatok, lesz egy utazás, ez lehet egy lelki út és egy belső út mély érzelmekkel, vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi úton van hozzád, vagy külföldön él. De lesz itt egy látogatás, hiszen erre utal itt a kép. Persze ez lehet egy meghívás is, hogy te látogatsz meg valakit. Ami még várható és útban van hozzád, ez a szerelmes férfi, és egy szerelmes levél, hiszen itt mellette megjelenik Ámor, utal erre a szerelemre, utal az ő érzelmeire is, és ő kimutatja az érzelmeit, meg akar látogatni téged. De a képek azt is jelenthetik, hogy téged meglátogat valaki, ez lehet valaki a rokonságból, vagy lehet egy barátnő is, és ez a férfi eltöpreng ezen, és féltékeny. Ebben az esetben a féltékeny férfi a háttérben rá utal. És ez volt a heti jóslás. Kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!